Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás. Péntek. Itt ez a felső kártya, az elefánt. Itt az éjszakában ez az éjszakai út adja meg a fő témát. Most a koronavírus miatt nem mehetünk ki éjszaka, lehet, hogy ez most mindenkit foglalkoztat. De ha így van, akkor maradjunk visszahúzódóak, és legyen egy belső út, egy belső tekintet arról, hogyan tovább tervezzünk valamit. Ez a kép utal arra is, hogy valaki gondol rátok az esti órákban. A következő kártyán láthatunk egy ilyen piros kertet, vagy egy vörös kertet, az utal a tűz elemére, a bátorságra, és a lelkesedésre is. A harmadik kép nagyon szép, mutat egy új utat, egy lehetőséget, vagy egy kiutat, és jelzi a levegő elemét, a könnyűséget és a kommunikációt. Most megtekintjük azt, mi várható szombaton. A felső kép utal arra, hogy van egy ilyen hálózat, és van kapcsolat. Én úgy gondolom, hogy ez most az internetet jelenti. De nem csak azt, hanem az energia mezőt. Van köztetek egy ilyen telepátikus kapcsolat. Ő gondol rátok, vagy ti gondoltok rá, és ő érzi ezt. A következő képen van egy hölgy egy rózsával. Ennek a rózsának is van egy jelentősége, utal a szerelemre. De a rózsának van tövise is, és ha az megszór bennünket, akkor ott vannak fájdalmak. Legyünk kicsit óvatosak, és ne hagyjuk azt, hogy mások megbántsanak bennünket, de óvakodjunk a saját szavainkra is, ne sértsünk meg senkit. A harmadik képen láthatóak a házak az égben. Ez utal a fantáziánkra. Kell egy kép, legyenek álmaink, legyenek elképzeléseink, és ebben kell, hogy higgyünk. A rózsa, az utal a szerelemre, de utal a munkára is. Szép munka, jó lehetőségek, egy ilyen kreatív alkotás, és ezek a házak, ez a harmadik kép, ez jelenti a mi terveinket. Ez lehet egy tartós párkapcsolat, vagy egy magáncégnek az indítása. A következő három lapon láthatjuk azt, mi várható vasárnap. Szombaton arról volt szó, hogy legyen egy elképzelés. És itt vasárnap ez a felső kép mutatja a hitet. Ebből lesz valami. Ez a kislány a képen az megérinti a felhőt, az égi hatalmat, vagy az angyalokat. Van egy kapcsolat az égi hatalom között. A második képen láthatunk egy királynőt, mégpedig a méhek királynőjét. A méhek azok szorgalmasak, de a királynő az nem dolgozik. Kell ez a királynői tartás, ez a büszkeség. Én most nem arra gondolok, hogy mások szolgáljanak bennünket, hanem inkább arra, hogy ne hagyjuk, hogy mások kihasználjanak bennünket. Esetleg utalhat egy saját cég alapítására. A harmadik képen van egy ház virágokkal körülvéve, ez jelenti a kreatív munkát, vagy hogy megszépítünk valamit az otthonunkban,
esetleg jön egy látogató, és lesz egy meglepetés. Nekem is van most egy meglepetésem, mégpedig egy lelki üzenet. Búcsúzz el néhányaktól a környezetedből. Nézz egy új irányba, és keresd új kapcsolatokat. Ez volt a lelki üzenet. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!